Isten békéjével köszöntöm a kedves nézőket. Boldog szombatot kívánok! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztút adását követik. Isten kegyelméből ma este egy újabb példázatot hallhatunk, melynek címe az igeszolgálat szerint az üres ház példázata. Istennek igéjét Faragó József lelkipásztor fogja szólni. Áldott alkalmat kívánok mindannyiuk számára! Záradok utamon haladva én, amikor ellankadok. Megfáradt szemem a távolba néz, felém egy szebb hon ragyog. Ott ragyog hervadatlan koronám, ént felém az égi kar. Megváltom ott, reám szeretve vár, óh, bár csak menni kamar. Ha bár tövises és rökkös az út, és keresztem oly nehéz. Lábam már vérzik, és könnyes szemem mégis a távolba néz. Ott ragyog hervadatlan koronám, ént felém az égi kar. Megváltom ott, reám szeretve vár, csak menni kamar. Vágyjal a szívemben így folytatom útam felé szép hazám. Míg végre benned megpihenhetek harc és szenvedés után. Ragyog hervadatlan koronám, ént felém az égi kar. Megváltom ott, reám szeretve vár, óh, bár csak menni kamar. Nincs semmi érdemem, gyarló vagyok, Jézus kegyelme csupán. Hogy e hon felé most útban vagyok, hol nyugalom vár reám. Ott ragyog hervadatlan koronám, ént felém az égi kar. Megváltom ott, reám szeretve vár, óh, bár csak meg szeretettel köszöntök minden kedves nézőt a mai alkalommal is. Ma Jézus Krisztusnak egy újabb példázatával foglalkozunk, azonban ez a példázat sokkal ismeretlenebb, mint az, melyekkel eddig foglalkoztunk. Ennek a példázatnak olyan címet tudok adni, hogy az üres ház. Azonban nézzük meg az üres ház példázatának hátterét. Jézus Krisztus egy ördögtől megszállt embert, aki néma volt és vak, meggyógyította. Amikor a farizósok és az írástudók látták azt, hogy Jézus meggyógyította, irigyelték a gyógyítást, és azt mondták, hogy az ördögök fejedelmével, annak segítségével gyógyította meg Jézus a beteget. Utána Jézus Krisztus beszélt arról nekik, hogy minden bűn megbocsátatik,
de a Szentlélek ellen való bűn nem bocsátatik meg. Majd szólt arról nekik, hogy a Biblia szerint ti elme, tehát az elméből származnak a gonosz gondolatok, de a jók is. Más szóval a szavunk is az agynak a terméke. És azt mondta Jézus Krisztus, hogy a te beszédedből ismertetel igaznak, és a te beszédedből ismertetel hamisnak. Majd Jézus Krisztus beszélt Ninivéről, Jónás munkájáról Ninivében, és végül beszélt a délkirálynénak jöveteléről Salamonhoz, és úgy zárja le ezt a beszélgetést, hogy nagyobb van itt Salamonnál, tehát azt jelenti, hogy ő van ott. Ezután mondja el Jézus Krisztus ezt a példázatot, amellyel szeretnék a mindenható segítségével foglalkozni. Máté evangélista jegyezte fel a 12. rész 43-tól a 45. terjedő verseket. Mikor pedig tisztátalan lélek az kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve is nem talál. Akkor ezt mondja, visszatérek az én házamba, ahonnan kijöttem, és oda menvén üresen, kisöpörve és felékesítve találja azt. Amikor elmegy, akkor elmegy és vesz maga mellé más 7 lelket, gonoszabbakat ő nálánál, és bemenvén ott lakozik, és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél, így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Az első dolog, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy a ház az embert jelképezi. Jézus Krisztus azt mondja el, hogy egy ember megszabadult az ördög fennhatósága alól, víztelen vidékeken járt, de nem érezte jól magát. Ő visszatér újból, és ez a három szó az, ami bennünket ma érdekelni fog, üresen, kisöpörve és felékesítve találta a házat, és ez felkeltette benne a vágyat, hogy menjen és keressen 7 gonoszabb lelket, mint ő, és visszajöjjön és hatalmába vegye ezt a házat, ezt az embert, és akkor Jézus így zárja le, hogy ennek a gonosz nemzetségnek, annak a nemzetségnek, amely az Isten erejével végzett gyógyítási csodát, az ördög fejedelmének erejével végzett csodának minősítették a farizeusok, utolsó állapota gonoszabb lesz, mint az első. Röviden így tudok összefoglalni, azonban olvastam egy történetet, bizonyára kigondolt, mert nem valós, azonban a példa magáért beszélt. 2 ördögfi, 2 gonosz lélek, 2 démon összetalálkozott. Az egyik kövér, a másik sovány. És azt mondja a kövér ördögfi, hogy miért vagy ilyen sovány? Jaj, hagyjad, ahová engemet a felség állított, ott mindenhol csak imádkoznak, megértés van a családban, próbálok széthúzást, próbálok családi perpatvart csinálni, sohasem sikerül, korog a gyomrom, lesoványodtam, de mit csináljak? Azt mondja a kövér ördögfi, cseréljünk helyet, én elmegyek oda. Megegyeztek és megtörtént a csere. Próbálkozik a kövér ördögfi különböző problémákat hozni a családba, de azok énekelnek és imádkoznak. Éppen ebédhez készülnek. Ott van a családfő, ül az asztalfőnél, a gyerekek ott ülnek az asztal körül. Feleség hozza az ételt az átálba, és imádkoztak, és amikor hozta a feleség a levest, meglökte az ördögfia feleségnek a könyökét, és kilöttyent valami. Azt mondja a feleség, képzeld el, úgy látszik az ördög ki akar kezdeni velem. Férj azt mondja, semmi baj,
föltörölöm én azt, ami kilöttyent, és eszünk tovább. Mindenki szedett a levest a tálból a saját tányérjába, a családfő is szedett magának, és éppen enni akar, az ördögfi egy pókot engedett a tányérjába. Azt mondja a családfő, a férj, hogy drágám, adjál már valamilyen kis edényt, úgy látszik, hogy az ördög is velem ki akar kezdeni. Adod-e ezt az ördögnek, lakjön ló vele, a pókkal, pókra utalt. És soványodik az ördög napról napra, mert nincs ennivaló. Az első tanúságot, amit én magamnak levonok ebből a példából, a következő. Az a démon, vagy az az ördögfi, akit a sátán az önök családjába állított, vagy az én családomba állít, sovány-e vagy kövér? Adunk-e neki enni, vagy éheztetjük? Gondolkodjunk el ezen a történeten. Ezek után próbáljuk nézni azt, hogy milyen tanúságokat is találunk erre vonatkozóan. Látjuk azt, hogy nagyon sok ember szereti Jézust, és ez a három szó az, amivel szeretnék foglalkozni, üres, kisöpörve és felékesítve. Ezek a szavak lehet, hogy kíváncsikká teszik önöket is, mint ahogy engemet is valamikor kíváncsivá tettek. Mit jelent az, hogy ez a ház üres? Ha felidézzük a Jelenések könyvét, akkor tudjuk azt, hogy Jelenések könyvének az első, második és harmadik fejezete a hét gyülekezethez intézett üzenetéről szól, amelyet Jézus intéz hozzájuk. Köztudott az is, hogy az hét gyülekezethez intézett Jézusi üzenet felöleli a két advent közötti korszakot, vagyis időszakot, Jézus első eljövetelétől a második eljöveteléig. A hetedik gyülekezet a laodíciai gyülekezet. A laodíciai gyülekezet ideje a miénk, mert a laos és dike, ha lefordítjuk, az azt jelenti, hogy ítélet népe, a bibliai profécia szerint pedig fenn a mennyben 1844-től folyik az ítélet. És Jézus Krisztus ennek az üzenetnek, tehát ennek a gyülekezetnek, ami azt jelenti, hogy nekünk, önöknek is, nekem, azt mondja el Jelenések könyve 3. rész 20. versében, imé az ajtó előtt állok. Zörgetek, ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Tudom azt, hogy ez egy nagyon közismert Biblia vers, azonban Jézus Krisztusnak rendhagyó kijelentése ez. A mi korunkban élő emberek, keresztény emberek többségénél hol van helye Jézusnak? Rajtunk kívül. Mert hol áll Jézus? Imi az ajtód előtt állok és zörgetek. Maga az a tény, hogy zörgetek és valaki megnyitja az ajtót, szabad akaratunkat tiszteletbe tartja Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus csak akkor nyitja, megy be hozzánk, ha mi nyitjuk ki az ajtót. Azonban érdemes ezt a szöveget átgondolni. Hányszor hallottuk már Jézus Krisztus kopogtatását szívünk ajtaján? Hányszor nyitottunk neki ajtót? Vajon Jézus Krisztus állandó lakhellyel bennünk lakozik, vagy időközönként, vagy egyáltalán nem? A Jézus Krisztus üzenete ebben a versben az, hogy a laodíciai időben, vagyis Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele előtt élő emberek nagy részénél a szív üres. Mert amikor a gonosz lélek látta azt, hogy üres, a vágyat ébresztett fel benne, hogy elfoglalja újból az embert.
Azonban visszatérve egy pillanatra még az igéhez, Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki megnyitja az ajtót, ahhoz bemegyek. Szívünkben lakozik-e Jézus Krisztus? Mert azt mondja Jézus Krisztus János Evangélium a 15. fejezetében, hogy én ti bennetek, ti pedig én bennem. Vagy Galata 2:20, Krisztussal együtt megfeszítettem. Megtörtént ez már velünk. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Vajon Krisztus lakozik-e bennünk? Kedves nézők, ez olyan komoly kérdés, ami meghatározza örök sorsunkat. Egy példát hadd mondjak el. Egy új lelkész jött a körzetben és látogatta a hívőket. Elment a presbiterhez, presbiter nem volt odahaza. Felesége volt, és a lelkész azt kérdezte, hogy itt lakik-e Jézus Krisztus. Imádkoztak, és elment tovább. Este, amikor a férj hazajött, kérdezte, hogy mi újság van, volt-e valaki nálunk. Igen, képzeld el, drága férjem, meglátogatott bennünket az új lelkész. És mit mondott, vagy mit kérdezett? Azt kérdezte, hogy nálatok lakik-e Jézus Krisztus. És mit mondtál neki? Hát nem nagyon tudtam semmit sem mondani. Miért nem mondtad, hogy én már 20 éve presbiter vagyok? Miért nem mondtad, hogy minden nap imádkozunk, kezdjük a napot, mikor enni akarunk, imádkozunk, mikor este nyugovóra térünk, imádkozunk, mi naponta olvassuk a Bibliát, miért nem mondtad? Nem ezt kérdezte. A lelkész azt kérdezte, itt lakik-e Jézus Krisztus? Kedves nézők, én pontosítanám ezt a kérdést. Önökben lakozik-e Jézus Krisztus? Mert Jézus Krisztus nem csak velünk akar járni, Jézus Krisztus bennünk akar lakozni. Belülről akarja irányítani a mi életünket és győzelemre vezetni. Hogy még egy példával éljek, hogy mit is jelent, milyen előnyös az, ha bennünk lakozik Jézus Krisztus. Egy 10 éves körüli kislányt megkérdeztek, hogy te ellen tudsz-e állni a sátán kísértéseinek. Igen, nagyon egyszerűen. Hogy egyszerűen? Amikor valaki dörömböl a szívem ajtaján, akkor nem én megyek ajtót nyitni neki, hanem a szívemben lakozó Jézus Krisztust kérem meg, hogy Jézusom, légy szíves, nyisd már ki az ajtót, és nézd meg, hogy ki az, aki olyan kegyetlenül dörömböl a szívem ajtaján. Jézus kinyitja az ajtót, kívül a sátánnál. Sátán pedig meglátja, hogy az én szívemben lakozik Jézus, és azt mondja Jézusnak, bocsánat, nem jó helyen dörömböltem, és gyorsan eltűnik, tova tűnik. Mit jelent, milyen előnyt jelent az, hogyha Jézus Krisztus a szívünkben lakozik? Az, hogy erőt ad, még a sátánnak is el kell menekülnie. Azonban még egy dolgot szeretnék a Jelenések 3:20-ból. Azt mondja végül Jézus Krisztus, hogy az velem vacsorázik, és ő vele. Amikor fiatal voltam, és kezdtem olvasni a Bibliát, azt kérdeztem, hogy miért vacsorázni akar, miért nem reggelizni, vagy miért nem ebédelni, miért nem a főítelt. Én már régen születtem, még a II. Világháború alatt, amikor gyalog jártak az emberek. És a télvíz idején este felé megérkezett egy rokon, azt tudtuk, hogy éjszakára ott fog maradni. Akkor kisgyerekkoromban hallottam ezt a közmondást. Az esteli vendég maradandó szokott lenni. Miért akar Jézus Krisztus velünk vacsorázni? Nálunk akar lakozni. És még egy mondat. Kedves nézők, önöknél Jézus Krisztus főbérlő, vagy albérlő? Mi a kettő között a különbség?
Az albérlőnek a gazda akkor mond fel, amikor akar, és ki kell pakolni a lakásból. A főbérlőnek pedig senki sem mondhat fel. Ezzel azt akarom érzékeltetni, kedves nézők, hogy Jézus Krisztus állandó lakhelye a mi szívünk, vagy ideiglenes lakó. Mentem előadást tartani, és egy ismerősömmel összetalálkoztam a Szabad Egyetem egyik termében, és azt mondja, Faragó, ha én félreteszem Jézus Krisztust az életemből, akkor megtudod, hogy én ki vagyok. És én azt kérdeztem, te keresztény ember létedre meg tudod tenni azt, hogy Jézust félreteszed az életedből? Szoktuk-e félretenni Jézus Krisztust az életünkből? Adjuk meg erre a kérdésre a választ. Amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, Jézus élete című könyvből a 267. oldaláról, nem szükségszerű, hogy szabad akaratból a sötétség országának szolgálatába álljunk, uralma alá kerüljünk, csak éppen el kell mulasztanunk a szövetség kötést a világosság országával. Sátán nagyon boldog akkor, amikor látja azt, hogy mi egyedül próbálkozunk élni, és egyedül akarjuk győzni saját hibáink és Sátán kísértései felett. Szeretnék még egy másik dolgot hozni, amit látott a gonosz lélek kisöpörve. Mit jelent az, hogy kisöpörve látta az embernek a szívét? Kedves nézők, nekünk van egy nagyon szép szokásunk. Minden este, úgy gondolom, hogy önök is, jó magam is. Imádkozunk és imában megemlítjük azt, hogy Atyám, bocsásd meg a mi vétkeinket. Holnap ugyanazt tesszük. Holnap este megint elmondjuk ezt a varázs mondatot, de semmi változás nem történik az életünkben. Nem is csoda, hogy Nietzsche, az ateista filozóf, német filozófus azt mondta, hogy a megbocsátás Isten mestersége. Azonban Jézus Krisztus nem csak azért halt meg a Golgotai kereszten, hogy joga legyen megbocsátani annak, aki bocsánatot kér tőle. Jézus Krisztus meg akar tisztítani bennünket bűneinktől, és nem csak megtisztítani, gondolatunkat és jellemünket meg akarja változtatni, hogy mi azt, amit szerettünk, aminek örültünk, ami rossz, azt mi meggyűröljük, és kivessük Isten segítségével az életünkből. Van egy film, ami nagyon elgondolkodtató nekem bár is. Hitler filmben hallottam egy mondatot, és feljegyeztem magamnak, amit szeretnék megosztani önökkel. A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak. A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak. Sátán nyomban célt ér, ha mi, akik a jó oldalán állunk, hallgatunk és nem teszünk semmit a jó javáért. Tehát láttuk azt, hogy üres, amikor látta, hogy üres, elfoglalhatom. Ki van söpörve? Ez az ember vallásos, imádkozik még bűnbocsánatáért, bűnei bocsánatáért, azonban én megpróbálok mindent elkövetni, hogy ezt szokásból tegye. És jön a harmadik, fel van ékesítve. Mit jelent az, hogy fel van ékesítve? Kedves nézők, nagyon furcsa kérdést szeretnék önökhöz intézni. Vajon tud-e az ember jót tenni saját erejéből? Erre általában mindenki nemmel válaszol. Azonban egy nagyon elgondolkodható bibliai történetet hozok,
amit Jézus mondott el, amikor beszélt Lukács evangélium a 18. részében, arról, hogy két ember ment fel imádkozni a templomba. És a farizeus imájából csak egy-két mondatot hozok. Böjtölök kétszer is, egy héten. Tizedet adok mindenből, és nem vagyok olyan, mint a vámszedő. Jó a böjt, jó cselekedet? Igen. A tizedadás jó dolog? Igen. És ő ezt kinek az erejéből tette? Isten segítségével, vagy öndicsőítésből? Miért? Mert figyeljük meg a mondat harmadik részét. Én nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. Mindaddig, amíg az ego sarkal bennünket arra, hogy mi Isten akaratát cselekedjük, Isten ezt a mi jó cselekedeteinket nem tudja elfogadni. Azonban felékesítve. Mit gondolnak önök, hogy a felékesítés az pozitív vagy negatív dolog? Mert a gonosz lélek, amikor látta, hogy üres, ki van söpörve és felékesítve, mind a három azt a vágyat ébresztette fel benne, hogy visszatérjen. Szeretnék egy idézetet olvasni, amely engem is meglepett, amikor megtaláltam, és ezért olvasom. A felékesített ház az önigazolt embert ábrázolja. Milyen véleményük volt a farizeusoknak önmagukról, és milyen a pogányokról? Kutyáknak minősítették őket, lenézték őket, megvetették. Megvetették Jézust is. Miért? Mert sokat gondoltak magukról, Krisztus nélkül. Válveregetéssel bátorították egymást, hogy ők biztos az Isten országának örökösei lesznek. Azonban, kedves nézők, úgy gondolják, hogy ez az lelkiállapot csak Krisztus idejében volt? Ne tévesszenek meg, önöket senki. Egyszer összefutottam egy emberrel, és azt mondta nekem, nekem Isten megmutatta, hogy én megyek a mennybe, faragó lelkész pedig itt marad a földön, és örökre elkárhozik. Megálltam, gondolkodtam, és azt mondtam, olyan boldog vagyok, hogy ezt nem Isten mondja nekem. Milyen lelkiállapotban volt az az ember, hogy neveznénk azt, hogy ő jó, és ő biztos bejut a mennybe, én pedig elkárhozok. Önigazult állapot. Tessék figyelni, a felékesített ház az önigazult embert ábrázolja. Krisztus kiűzi a sátánt, de azután az visszatér, remélve, hogy újra ott lakhat. Csak az önigazultság lakik benne. Átok az önigazultság, emberi ékesség, amelyet a sátán a maga dicsőségére használ. Milyen lelki állapot az önigazultság? Azt mondja, hogy átok az önigazultság, ember sokat gondol magáról, és a sátán ezt használja ki. Olvasok még egy szép dolgot, ami elgondolkodtat. Akik öndicsőítésrel és válluk veregetésével ékesítik lelküket, azok 7 gonoszabb léleknek készítenek utat. 7 gonoszabb léleknek készítenek utat. Kedves nézők, minden jóért Istennek adjunk dicséretet. Figyeljük meg, hogy az emberek például a földművelésben elmondják, hogy mélyen szántottak, jó magot vetettek, jó műtrágyát tettek, és azért lett nagy termés. És lett volna egy termés, hogyha Isten nem ad esőt, napsugarat és minden mást, ami a növény növekedésére szükséges. Az ember nagyon hajlamos arra, hogy önmagát dicsőítse, és önmaga tiszteletére éljen és szolgáljon.
Azt olvassuk itt a példázatnak a végén, akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén ott lakoznak, és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél, így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is. Miért vetette el Jézus Krisztust a zsidó nép? Azért, mert ő jónak tartotta magát, és ő próbálta Jézust formálni. Figyeljük, Júdás mennyi vágyodott arra, hogy Jézus Krisztust megváltoztassa. Elmondok két mondatot kétféleképpen, ami nagyon hasonlít egymáshoz, és melyik a biblikus. Jézus Krisztus egész életében fedte a zsidókat, vagy Jézus Krisztus egész élete feddés volt a zsidók számára. Az első egyezik meg a Bibliával, vagy a második. Még egyszer elmondom. Jézus egész élete feddés volt a zsidók számára, és Jézus Krisztus egész életében fedte a zsidókat. Tehát ebben az esetben megfordítottam, első. Jézus Krisztus nem fedte egész életében a zsidókat, de az ő élete feddés volt a zsidók számára. Tudták a zsidók azt, hogy Jézus Krisztus igaz ember és Isten fia, és mégis halálra ítélték. Tesalonika beliekhez írott második levélből, a második részből a 10. verset szeretném olvasni, amely a következőképpen hangzik. És a gonoszságnak minden csalátságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Miért vesznek el nagyon sokan? Itt az ige azt mondja, nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Kedves nézők, mennyit ér csak ismerni a Bibliát? Mennyit ér, ha naponta csak olvasom a Bibliát? Ha az Isten szava, az Isten igéje nem hoz változást a mi életünkben, akkor érvénytelen vagy jelentéktelen az, hogy én olvasom. Szeretnék Pál apostol szavaiból idézni a Galatabelekhez írott levél 6. részből a 7.-8. verset. Isten nem csúfoltatik meg, amit vet az ember, azt fogja learatni. Ez egy törvényszerűség. Azonban, kedves nézők, mit vetünk mi minden nap a mi életünkbe? Engedelmességet vagy engedetlenséget? Ez tőlünk függ, ezt mi határozzuk meg. Azonban, hogy éljek egy mezőgazdasági példával, az, aki kukoricát akar majd szedni ősszel, az nem babot fog vetni. A törvényszerűség az, hogy amit vetünk, azt aratunk. Tehát, ha engedelmességet vetünk, akkor az engedelmességnek gyümölcsét fogjuk learatni. Ha engedetlenséget vetünk, akkor az engedetlenség gyümölcsét fogjuk learatni. Azonban, kedves nézők, nagyon érdemes elgondolkodni a következőn. Van-e olyan bibliai példa, vagy van-e olyan példa a Bibliában, aki szófogadatlan volt, és örökre elveszett? Nem is egy. Például, ha Júdást nézzük Jézusnak 12 tanítványa közül az egyiket, mennyit fáradt Jézus Krisztus azért, hogy megszabadítsa, megmentse, kiszabadítsa, lehetővé tegye azt, hogy Júdás megváltozzon. 3,5 éven keresztül küzdött Jézus Júdásért, és nem szűnt meg küzdeni még az utolsó vacsora alkalmával sem. Ha figyelmesen olvassuk, akkor Jézus Krisztus egyik oldalán János ült az utolsó vacsorán, a másik oldalon Júdás. Nem tudom, hogy olvasták-e valahol véletlenül azt, hogy Jézus Krisztus melyik tanítványának mosta meg először a lábát. Ha figyelmesen kutatjuk az történetet, akkor azt látjuk,
hogy Jézus Krisztus Júdásnak mosta meg. Adott lehetőséget, hogy bevarja bűnét. Mit jelent az, hogy bevarja bűnét? Mikor kapta meg Júdás a 30 ezüst pénzt? Szombaton este Máté Evangélium a 26. részében azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus elment a farizeus Simon házába, és ott töltötte az estét, és Mária ott törte össze a drága szelencét, és kente meg Jézus lábát. És a Simon farizeus lenézte, ha tudná, hogy milyen parázna nő ez, akkor nem engedné meg. De nem ez a legfontosabb. Legfontosabb az, hogy Júdás kikelt, és azt mondta, hogy jobb lett volna eladni ezt a szegényeknek, mint így Jézusra pazarolni. Jézus Krisztus csak egy szerény, gyengéd választ adott, és azt mondta, szegények mindenkor lesznek veletek, de én nem leszek mindenkor veletek, és ez az én halálomra kente meg. És annyira megsértődött Júdás, hogy az este, tehát vasárnap este, szombaton este elment, és megkérdezte a papokat, hogy mennyit fizetnek neki, és ő kezükbe fogja adni. Ami azt jelenti, hogy szombaton este megkapta a 30 ezüst pénzt. 30 ezüst pénzzel a zsebében ment el az páska vacsora elfogyasztására, ami után Jézus Krisztus az úrvacsorát hagyta meg. Jézus, amikor mosta Júdásnak a lábát, akkor Júdás érezte, hogy Jézus tudja azt, hogy így tudja azt, hogy elárulta. Mint ha tudta volna, hogy ott van a 30 ezüst pénz, a Jézus ár fejdíja, amit kapott a papoktól. Még mindig lett volna lehetősége megtérni. Az utolsókig küzdött Júdásért, ahogyan Júdásért küzdött az utolsó vacsorán, úgy küzd önökért és én érettem is, hogy ne kerüljünk Sátán fennhatósága alá, hogy ne foglaljon el bennünket a sátán, hanem hogy megtisztulva, megfehéredve Krisztus kegyelméből lábnyomába járjunk, és elkészüljünk országa számára. Szeretnék egy elgondolkodtató kijelentést olvasni, amely így hangzik. Aki rossz magot vet, rádöbbenhet tettei jellegére. Megbánhatja bűnét, és bűnbocsánatot nyerhet. De a mester megbocsátása nem változtatja meg az elvetett mag természetét. Tehát Isten megbocsáthatja a mi bűneinket, azonban nem változtatja meg az elvetett mag, a magnak a természetét. Ha minden igazságot valló, a gyengédet, a szeretetet, a hit és a bátorság szavát vetni, ez Istenhez szálló dallammal tölteni meg szívüket. Vessük azt, amit szeretnénk aratni. És még egy dolgot szeretnék felhozni, mit tegyünk, hogy szívünkben Jézus Krisztus lakozzon. Ámos próféta könyvében az 5. részben a 14 és a 15. verset olvasom. Keressétek a jót, és ne a rosszat, hogy éljetek, és akkor veletek lesz az Úr a seregek Istene, amint mondjátok. A múltat nem tudjuk nem megtörténté tenni. Keressétek a jót, és ne a rosszat. Keressük az engedelmességet, hogy Jézus Krisztus lakozzon a mi szívünkben. Azonban a 15. versben azt mondja, gyűröljétek a gonoszt, és szeressétek a jót. Állítsátok vissza a kapuba az igazságot, talán megkegyelmez az Úr, a seregek Istene a Jákob maradékának. A győzelemnek ez az útja, gyűröljétek a rosszat, szeressétek a jót. Miért olyan nehezen szabadulunk meg bűneinktől? Mert megszoktuk és szeretjük. Jézus itt azt mondja, hogy gyűlöljétek a rosszat,
és szeressétek a jót, és van egy nagyon nehezen érthető, vagyis jól kell ismernünk a Bibliát, az, hogy állítsátok vissza a kapuba az igazságot. Hát miért éppen a kapuba? Ezt akkor értjük meg, hogyha bibliai példát hozunk. Amikor a két angyal megérkezett Sodomába, akkor hol találta Jobbot a két angyal? A kapuba. Kik ültek a bibliai időben a kapuba? A város bírái, a város vezetői. És itt azt mondja, hogy ha gyűlöljük a gonoszt, szeretjük az igazságot, akkor az igazság, a törvénysevés becsületesen fog történni, és a bírák helyesen fognak ítélni, és ha ez helyre kerül, talán megkegyelmez az Úr a seregek istene József maradékának. Kedves nézők, mi mindannyian emberek vagyunk, és itt ezen a földön élünk, de Isten segítségével, földi életünkben elérhetjük, eljuthatunk a győzelemre. Szívből kívánom, hogy ez az üres ház példázata arra tanítson meg bennünket, hogy győzzön bennünk a jó, hívjuk meg Jézus Krisztust a mi életünkbe, a mi lényünkbe, hogy Jézus Krisztus lakozzon bennünk, hogy belülről meg véghez vigye a változást a gondolatainkban, szavainkban, tekintetünkben is, egész életvitelünkben. Ebben a változásban Isten végezi el a maga munkáját, ha mi erre kérjük. Segítsen bennünket Isten ebben, hogy célba érjünk. Kegyelméből. Amen.
Este az a nagy kérdés, hogy a mi életünk házában, lelkünkben ki lakozik. De az is kérdés, ha valamikor átadtuk életünket Jézusnak, ma is ott lakik, ma is jelen van az életünkben? Sátán ostrom alatt tartja életünket minden nap. Ezért, ha Jézusnak nem adunk helyet, azonnal az ördög foglalja el életünket. Kívánom, hogy gondolatainkat, cselekedeteinket, teljes életünket csak Jézus Krisztus irányítsa és uralja. Döntsünk a mai alkalommal újból emellett, hogy legyen Jézus jelen az életünkben. Amen. Mi bajzunk